aki társ és múzsa is volt egyszerre, részévé válik az életműnek. Kodály Zoltán életművének az életben tartása, az így is lehetséges. A szakemberek, a művészek, a tanítványok tanítványai, a mozgalmak, az oktatási módszerek, a művészeti koncepció, a Zeneakadémia oktatási programja, mindez természetesen életben tartja az életművet. De micsoda kincs, micsoda kiváltság, hogy az életműnek az életben tartásában ott lehet a társ, aki maga is része ennek az életműnek. Azt szoktuk mondani, hogy szárnya alá vesz. Hát engem úgy 50 évvel ezelőtt szárnya alá vettek. Azóta egyebet se, és aztán mikor ezek a szárnyak eltűntek mellőlem, azóta magam próbálok repülni, és magam próbálom visszaidézni azokat a szépségeket, amit onnan magasról nézvést látni lehetett. Ha már egyszer nekem kell megpróbálnom repülni, hát legalább szárnypróbálgatásokkal elvittem, és mindaz, amit életemben meg tudtam tenni, az tulajdonképpen nem egyéb, mint szárnypróbálgatás. Ezhez nagyon nagy segítségemre volt maga Kodály Zoltán, aki egész életében az együtt töltött időnk alatt mindenre megpróbált megtanítani, és én megpróbáltam megtanulni azt, amit én meg tudtam tanulni. De talán a legfontosabb tanulnivaló az az volt, hogy megmutatta nekem, hogy milyen a szabadság. Azon kívül pedig, amit tőle kaptam, mindig sikerült megtalálnom azokat az embereket, akikben hinni tudtam és bízhattam, és akik között élve azt mondom, hogy nagyon jól tudom magam érezni abban a közegben, amiben élek, és nagyon remélem, hogy még a segítségükkel egy kicsit hasznára lehetek másoknak.